ez tényleg olyan jó, hogy amiket például, tehát én is kapok olyanokat, amiket ti már megkaptatok régebben, és akkor van úgy, hogy hallgatok mondjuk egy régebbi videót, vagy valami, és akkor tudod, kapok valamit Istentől, és akkor úgy tétovázok rajta, hogy hát ezt nem mondom én senkinek, mert lehet, hogy butaság, vagy valami, vagy túlagyaltam, és számtalanszor jártam már úgy, hogy vagy éppen akkor, vagy egy régebbi videótokban hallgattam, és ugyanaz benne van. Na, hát mondom, akkor mégse vagyok. Mégse butaság. De hidd el, Cornélia, amikor például te mondod nekem azt, amit én korábban megkaptam, vagy valaki mástól hallom, nekem az akkora öröm, mint hogyha éppen most hallanám először, tehát olyan éppen öröm, mint hogyha én hallanám először az Úristentől, mert olyan valahogy úgy tényleg úgy ott van bennünk ez a, hogy osztozzunk az egymás örömén. Hiába, hogy én azt már ismertem, vagy nekem kaptam azt a kijelentést már korábban, de éppen jó érzés most is, mint hogyha először hallanám. Igen. Úgyhogy ilyen Isten országa, úgy látszik. Az már csak ilyen. Igen. Isten országa. Az már csak, igen. Úgyhogy, na hát, figyelj, annyira zavaros volt, és azért gondoltam, hogy elmondom neked, nem azért, hogy szaladgáljak minden egyes álmommal hozzád, csak legutóbb, mikor ilyet álmodtam, hasonlót, az a COVID előtt volt. És na mindegy, elmondom most, hogy most mit álmodtam. Több részletből állt össze, több történés volt, több képet láttam több helyszínen. Az első az volt, nem tudom azt sem, hogy van-e mindegyiknek jelentősége, de majd meglátjuk. Az első az volt, hogy egy havas tájon voltam, egy ilyen hegyes vidéken is, olyan volt, mint hogyha egy óriási dombról, hegyről csúsztam volna le én a kisfiammal, de csak ketten voltunk. Ketten csúsztunk le, és egy végtelen, egyenes út volt, a domb tetőről vezetett le, és ahogy lecsúsztunk, egyenesen becsúsztunk a szánkóval egy faluba, amiben annyi volt az érdekes, hogy mindent jég borított. Tehát nem volt rendes út, meg az utakat is tükörjég, vastag jég borította. Ennyi volt az első kép. A következő az volt, hogy már itthon vagyok a lakásomban, és nagyon siettem, zártam be az ablakokat. Ez nagyon sokszor, többször előjött már álmomba, hogy itt vagyok a lakásban, és zárom be az ablakokat, mert készülődik valami, és látom, hogy kint készülődik a vihar. Ez most is így volt. Szaladtam, zártam be az ablakokat, mert valami készülődött. Nem tudtam, hogy mi készülődik odakint, de olyan érzés, mintha vihar közeledne, hatalmas vihar. És aztán én elmentem a nevelő apámhoz, viszont ahogy mentem az utcákon, korom sötét volt. Nem világított semmi. Tehát olyan korom sötétség volt az egész faluban, az utakon, hogy én még olyat nem is tapasztaltam. De mégis tudtam az utat oda hozzá, tehát nem tévedtünk el, és oda mentem a nevelőapám lakásába. Ők nem igazán foglalkoztak velem, illetve velünk, a kisfiammal voltam, el voltak foglalva ott buli, vagy nem tudom, hogy éppen mit csináltak. Az a lényeg, hogy egy kertben találtam magam, egy hatalmas nagy kertben tele volt fákkal, és ott világos volt. Tehát a faluban korom sötétség volt, viszont ebben a kertben világos volt, és sétáltam ott a fák között, sétáltunk a kisfiammal, nézegettük a fákat, a gyümölcsfákat, és világos volt. Ennyi. Ez volt a másik kép, és a harmadik kép az volt a legerőteljesebb,
amikor készültem valahová, menni akartam valami fesztiválra ismételten, és meg volt beszélve, hogy találkozok az egyik volt osztálytársammal, aki a tanítóképzőben volt osztálytársam. Fogalmam sincs, hogy hogy jutott eszembe, hogy jött az álmomba, lehet nincs is jelentősége, nem voltunk olyan jóba, meg semmi, csak úgy, hogy nem is tartom vele azóta igazából a kapcsolatot, és csak így beugrott, hogy majd vele fogok találkozni. De végül is nem jutottam el, mert ebben a jelenetben már a szülői házban voltam, édesanyám házában, és néztünk azon, és láttam, hogy olyan fellegek közeledtek, ami borzalmas volt. Betakarta az egész égboltot, és tűz, lángból állt a felhő. Tehát két rétegből állt a hatalmas nagy felhő, az alsó réteg, azok lángok voltak, perzselő lángok. Tehát nem is felhő, hanem inkább láng. És felette, így egybeolvadva, a lánggal volt egy másik réteg, egy korom fekete gomolygó felhőzet, ami tényleg ez a mély fekete, nagyon intenzív színe volt, és ez a perzselő láng is nagyon-nagyon intenzív volt, és nem volt vége. Tehát nem olyan volt, mint egy rendes felhő, hogy egy alakban kirajzolódott, hanem így borította be az egész felleget. És ez közeledett. És hát ugye az volt az érdekes, hogy nem éreztem félelmet, csak ott szóltam anyukámnak, a szüleimnek, akkor már ott voltak a testvéreim, oda gyűltek, ott volt a nevelőapám, az ő új élettársa, tehát így mondhatom, hogy a szűk családi család az ott volt. De viszont olyan volt, mintha gyerekek lennénk. Tehát a tesóimat is sokkal fiatalabbnak, szinte ilyen 10 évesnek láttam, saját magamat is ilyen korúnak éreztem. Ott volt a kisfiam is mellettem, aki szintén vissza egy fiatalabb korában volt, akkor tanult éppen járni. És na hát ott készülődtünk, próbáltam volna beszólni anyukámiknak, hogy jöjjenek be, készülődjünk, tehát hogy bújjon el, vagyis zárkózzunk be a lakásba, úgymond mindenkit tereltem be a lakásba, és jöttek még idegen emberek is. Például onnan tudtam azt is, hogy gyermek vagyok újra, hogy a szomszédnéni, aki már meghalt, tehát már még gyerekkoromban is öreg volt, azóta már ő nem él, ő is élt. És jöttek hozzá is a rokonok, akiket szinte 10-15 éve nem is gyerekkoromban láttam utoljára, és azok az unokái, akik már azóta felnőttek, sőt, van olyan közte, halottak is voltak, akik jöttek. És olyan volt, mintha hozzánk jöttek volna ezek az idegen emberek. És bezárkóztunk a házba, nem féltem, tehát egy teljesen nyugodt voltam. Nem volt bennem egyáltalán félelem, és elkezdődött a vihar. És tüzes eső esett az égből. Láttam, ahogy olyan úgy tudnám neked leírni, hogy egyszer régen egy gyerekbibliában láttam egy képet, mikor Szodoma és Gomorrát elpusztítja tehát, hogy elpusztul, és ott láttam a képen ilyen tüzes esőt,
És most is olyan volt, hogy ez jött a földre, és hallottam, hogy nagyon-nagyon erősen, olyan erősen süvített a szél, olyan erős volt, hogy a fűszálak, a nád, minden teljesen vízszintbe borult, tehát annyira erős szél fújt, és ugyanígy jött ilyen intenzitással ez a tüzes eső is. És akkor felnéztem az égre, és láttam egy bolygót, egy másik bolygót kirajzolódni, ami nem hasonlított a földre egyáltalán, és nagyon érdekes volt, én inkább azt mondanám, hogy ilyen szürke színű volt, de nagyon erősen és nagyon közel lehetett látni ezt a bolygót. És ugye hát vártuk, hogy elmúljon a vihar. Egyébként ez a tüzes eső az udvarunkon nem, tehát nem gyulladt ki semmitől le. És semmiféle kár nem keletkezett ott az udvaron. És még, tehát a házban teljesen biztonságban voltunk. Sem félelmünk nem volt, és tudtuk azt, hogy biztonságban vagyunk. És kinéztem az ablakon, és a valóságban is anyukámnak a háza mögött van egy tó. És az álmomban is kinéztem az ablakon, és láttam ezt a tavat, és a tó az be volt fagyva, jég borította, de viszont zajlott. Olyan volt, mikor zajlik a jég, és fehér, pár darab fehér ruhás embert láttam a jégen, akik fogták és szorították, tartották vissza ezeket a jégdarabokat. Ezeket a fehér ruhás embereket nem ismertem, teljesen idegenek voltak, de csak annyit láttam, hogy fehér köpeny van, mindegyiken talán 4-5 lehettek, nem tudom pontosan, de nem voltak túl sokan, de többen voltak, és ők ott a zajló jegen, amiből ugye előbudjant a víz is, ezen guggoltak, és fogták ezeket a jégdarabokat, hogy ne mozogjanak, fogták őket vissza. És ennyi, ez volt az utolsó kép, hogy láttam ezt a pár fehér ruhás embert, vagy nem tudom, hogy kik voltak, és igazából ezután fel is ébredtem. És nagyon-nagyon, tehát hogy mondjam, úgy a hatása alatt vagyok, úgy, ahogy fel is ébredtem, gyenge is voltam, tehát testileg is megviselt ez az álom. Egész nap így, tehát most is érzem, hogy nem vagyok erőm teljébe, tehát gyenge, megviselt, azt érzem, hogy megviselt, és azért gondolom, hogy jelentőséggel bírhat ez az álom, mert többször álmodtam már ilyen világvége hangulatú és konkrétan világvége tartalmú álmot már többször láttam. A legutolsó, vagyis a legintenzívebb, inkább azt mondanám, az a COVID előtt volt, amikor szintén az égen láttam jeleket és felhőket. Ez tavaly volt, még mielőtt a COVID elkezdődött volna, de emlékszem rá tisztán, hogy kétszer kaptam álmot, és mind a kettő arról szólt, hogy felhők gyülekeztek. És ugyanígy a szülői házban voltam, ugyanúgy visszamentem, tehát ugyanúgy olyan érzetem volt, mintha gyermek lettem volna, de ugyanúgy én figyelmeztettem a családot, hogy nézzétek, mi közeleg, és akkor is láttam, hogy fellegek gyülekeznek, szürke, erőteljes felhők, akkor nem fekete volt, hanem szürke, és ilyen embereket láttam, mintha katonákat,
helikoptereket, és tudtam, hogy jön a világ vége, és mondtam a szüleimnek is, hogy zárkózzunk be a házba, és kétszer szinte majdnem mind a kétszer, hogy ugyanezt álmodtam, és rá körülbelül egy-két hónapra volt az, hogy kitört itt a COVID. És most ugye ugyanilyen nyugtalan érzések vannak bennem. Mint hát csak azért, mert felkeltél. Hát nem tudom. mi nem maradtál az álomba, komám? Az álomban maradtál volna, akkor nem nyugtalankodnál vissza, mert az álomban neked meg volt mutatva, hogy veled semmi nem történhet. Konkrétan nem akarom így fejtegetni az álmot, és semmit nem akarok belemagyarázni az álomba, Cornélia. Én akkor mondok valamit az álomról, hogyha nekem adatik valami, ha nem jön semmi, akkor nem mondok semmit. Most így konkrétan nekem nem az álomról jön valami, hanem arról, hogy álmodtál. Tehát konkrétan arról, hogy álmodtál. Mit mond Jézus? Azt mondta, hogy emlékezzetek, hogy imé megmondtam én néktek, mi fog következni. Tehát ő akkor megmondta, de azután is ő folyamatosan megmondta. Feltehetőleg valahányszor ilyen idők voltak a Földön, ilyen apokaliptikus idők, mert ilyen még volt korábban is. Nem tudhatjuk azt, hogy ez az utolsó, vagy nem utolsó. Eléggé úgy néz ki, hogy ez az utolsó. Hogy az emberiségnek annál is inkább, ugye, hogy mivel megtagadtuk Istentől való mi voltunkat, kezdtünk elgépiesedni, belemenni a fenevadnak a rendszerébe, kezdtünk mi alkalmazkodni a robotokhoz, ezért úgy néz ki, hogy nem sok van még hátra az emberiségnek, az emberiség számára. De viszont az az érdekes, hogy ahogy ugye Péter megmondta, Joel proféta megmondta, az most is történik. Veled történik, Cornélia, mindannyiunkkal történik, hogy az Úristen figyelmezteti az övéit. És ugye azt mondja Jézus, hogy majd emlékezzetek, hogy én megmondtam nektek, hogy meg ne rémüljetek. Miért kapsz ilyen álmot, Cornélia? Miért kaptál ilyen álmot? És miért kapnak mások is ilyen álmot? Miért kapunk mindannyian ilyen álmot? Hát azért, meg hogy meg ne rémüljünk, hogy emlékezzünk arra, hogy ő megmondta nekünk, hogy ő most már téged álomban figyelmeztetett. Figyelmeztet másokat is, nem csak téged. Ne gondold azt, hogy csak te kapsz ilyen álmokat. Most ezek a fehér emberek, fehér köppeny, meg jégtáblák, meg minden, ez most nekem így erről nem jön semmi konkrétan. Nekem az első érdekes dolog az volt, hogy jössz ugye is, beszélsz nekem az álmodról, hogy milyen felhőket láttál, milyen felhők közeledtek, tűzben volt az ég, meg ugye ez benne van az írásban, ez mind ugye le van írva, fekete volt az ég, meg minden, és én ezelőtt talán két nappal készítettem egy videót miről? A felhőkről. Érdekes módon, ugye? Összebeszéltünk mi ketten. Tehát ezek a felhők, ugye a fekete felhők mindenképp nem csupán azt jelképezhetik, hogy ugye az jön, amit te láttál álmodban, hogy tűz jön le az égből. Ez mind meg van írva. Mind meg van írva egyébként. Meg van mondva, ez fog történni. De ezek a felhők nem csupán azt jelképezik, hogy fizikailag ez fog történni, hanem azt is jelképezik, Cornélia, hogy fekete felhők jönnek az emberekre, amelyek meghűítik őket, szó szerint megbolondítják őket. Tudod, te miről beszélek? Tudom. És hogy megtévesszék még a választottakat is. Az én videóm ugye arról szól, hogy mérgezett felhők jönnek az emberiségre. Miért beszél Péter, ha jól emlékszem, most már nem tudom, Péter vagy Pál, hogy, de azt hiszem, hogy Pál mondta a zsidókhoz írt levélben, hogy bizonságok fellegei vesznek körül bennünket. Tehát azt jelenti, hogy ha mi benne maradunk az ő szavában, akkor az fog velünk történni, amit te láttál álmodban, hogy igen, látjuk majd a fizikai szemünkkel, hogy ez történik, de ugyanakkor, ahogy Isten megígérte, teljes biztonságban vagyunk. Nem kell semmitől sem féljünk, mert ő képes még mindig megvédeni az övéit. Ő nem gyengült az ő hatalma, azóta sem.
amióta Jézust feltámasztotta. Tehát nagyon fontos álom, figyelmeztetés, jelzés, tehát mint mondtam, nekem meggyőződésem, hogy mások is kapnak ilyen álmokat, és azért, amiért Jézus mondta, hogy emlékezzetek, meg ne rémüljetek, én megmondtam nektek, ezeknek meg kell lenniük. Amikor majd fizikailag fogod ezt tapasztalni, akkor mit jelent az? Az, hogy emlékszel arra, hogy téged az Úristen, az Úr Jézus, ugye, többször figyelmeztetett már korábban, megmutatta, hogy mi fog történni, mi fog jönni az emberiségre, ugye? És ezért, vagy ekképp nem fogod elveszíteni a hitedet, hanem azt fogod mondani, hogy jó, persze, persze, ezt mutatta nekem. És azért mutatta, hogy majd ne féljek, amikor történni fog. Ez sajnos történni fog. Mivel, hogy ezt államban megkaptad, elképzelhető, hogy meg is fogod érni majd, hogy ez történni fog. Magyarországon, az egész világban. Sőt, sok helyen már történik, tehát hogyha az ember leveszi a figyelmét, a tekintetét a COVID hírekről, akkor abban a helyben meglátja, hogy a háttérben mik zajlanak, amiről az ember egyébként nem vesz tudomást. Milyen földcsuszamlások, viharok, tüzek, ez már történik. Az, hogy most éppen ott, ahol te vagy, abban a falucskában éppen nem történik, ez azt jelenti, hogy ott még ugye a kegyelem tart ilyen szempontból. Tehát ugye még hogy az ember kapná a figyelmeztetést, hogy ne, ez történik, mit tudom én, Horvátországban vagy Svédországban. De könnyen megtörténhet, hogy eljön majd hozzánk is, ugye Magyarországra vagy Romániába. De amíg az embernek a figyelme az őrültségen van, a propagandában, a hazugságon van, nyilván ugye nem tudja ő venni a figyelmeztetést. A másik dolog, ami nagyon fontos motivum az álmodban szerintem az az, ugye amit már kaptál korábban is, mint mondtad, talán a COVID előtt. Tehát milyen komoly az, hogy most nyögött ki, hogy már a COVID előtt kaptál figyelmeztetést. Tehát... Másik fontos dolog az, hogy azt láttad ugye, hogy gyermek voltál, gyermekek voltatok, és mivel, hogy gyermek voltál? Tehát milyen a gyermek? Neki van bizalma, ő bízik az édesapjában, ugye, főképp, hogyha a apukája van, amilyen kell legyen az apuka, ugye, nem olyan, mint én. Akkor ő ugye bízik az édesapjában, tehát a gyermek nem fél, mert hogyha az apukája nem fél, akkor teljesen biztos, hogy ő sem fog félni, mert látja azt, hogy az apja bátor. Tudja azt, hogy nagyon szép ez a La Vita è Bella, mi is a címe? Az élet szép. A gyermek, tehát ugye jött az ítélet napja zsidók számára a koncentrációs táborban, és az apuka a gyermekkel. Ott jól el voltak, játszottak meg minden. Az apuka tudta, mi fog történni, de viszont nem engedte, hogy a gyermek a hitét elveszítse. A gyermek megbízott az apukában. Az apuka meg mindent játékosan fogott fel. És ők a mennyek országában voltak már a koncentrációs táborban, még mielőtt meghaltak volna. Ugye? Tehát, hogyha az apuka nem fél, akkor nyilván a gyermek sem fog félni. Így van-e? Ez a lényege, hogy ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, nem láthatjuk meg az Isten országát, meg sem szabadulhatunk. Az álmodban nem felnőtt Kornélia voltál, egy, mit tudom én, 30 nem tudom, hány éves fiatalasszony, hanem gyermek voltál. A gyermeknek van védelme, nem a felnőttnek. A felnőtt az túl okos, túl intelligens a maga módján. Igen. A másik dolog, amit még feltűnt, az az, hogy te az álmodban, vagy az álmaidban figyelmeztettél másokat is. Tehát, mint gyermek, ottan próbáltad mondani a családnak, meg mindenkinek, hogy mi fog történni. Mi fog történni, ugye? Tehát az álomnak, tehát az álomban, ahogy történt, ugye, úgy Isten igazából, ez kéne történjen fényes nappal is. Mert amíg mi azzal vagyunk elfoglalva, hogy figyelmeztetjük embertársainkat, arra, ami jönni fog, és arra, hogy az Úristen hogyan szeretné megmenteni az övéit, azáltal mi benne vagyunk az ő tervében. Azáltal gyermekek vagyunk, mert azt cselekedjük, amit ő mondott nekünk. Azáltal vagyunk gyermekek, hogy figyelmeztetjük embertársainkat. Na, én ezt a három motivumot tartottam fontosnak úgy kiemelni.
az álmodból. Nem tudom, három volt-e, valami ilyesmi. Úgy emlékszem. Igen. Igen, igen, három kép volt tulajdonképpen. Hát, nem tudom, én sem értettem meg igazából. Máskor azért néha szoktam kapizsgálni egy-két dolgot, még ha nem is teljesen, de így nagyon halványan, de most én sem értettem meg, viszont annál erőteljesebb volt az érzés, meg annál különösebb, de nem tudom. Ezt nem kell túl komplikálni, Cornélia. Most tényleg, hogyha neked kapsz kijelentést a jégtáblákról, meg a szánkózásról, meg ezekről, akkor majd szóljál, vagy ha van kedvetek szánkózni, akkor gyertek el, itt még van hó nálunk, ott a ház előtt lehet szánkózni. Tehát én már többször mondtam, nem foglak stukkerrel téteket ide kényszeríteni a gyerkőcöddel, egyet szánkózzatok. Nem tudom, mit jelent amúgy. Na, gyertek szánkózni. Na. De viszont ez a három motivum az mindenképpen ugye maga a figyelmeztetés, az, hogy az emberiség mindig volt figyelmeztetve, az emberiség sosem mondhatta azt, hogy ő nem volt figyelmeztetve. Egyik az ugye, hogy a figyelmeztetés azt megkaptad, egyértelműen megkaptad. Azért kaptad meg, mert Jézus azt mondta, hogy emlékezzünk, hogy ő megmondta nekünk, de ő folyamatosan mondja nekünk. Tehát ez meg fog történni, Cornélia. Elképzelhető, hogy te is benne leszel, a gyermeked is benne lesz, én is benne leszek. De viszont akkor, amikor ez történni fog, akkor emlékszem, hogy Istenem, nekem ezt megmondtad, ha nem is személyesen, de megmondtad Cornéliának. Megmondtad az utitársamnak, a barátomnak. Most nem kaphatok én minden kijelentést, meg roskadnék alatta. Érted? Én nekem így köszönöm szépen, nekem nagyon jó, hogy kapok, tehát én például nem kapok ilyen álmokat. De viszont, hogyha még azt is kapnám, az sok ugye, tanítást, amit kapok, akkor szerintem meg sem bírnám azt, ugye. De így, hogy te ezt elmondtad, vagy elmondja más is, én tudom, hogy ez igaz. Nekem nincs semmi kétségem a felől. És adja az Úristen majd, hogy ha oda kerülünk, hogy ezt meg kell lássuk a fizikai földi szemeinkkel, akkor majd emlékezzek, hogy igen, ezt megmondtad nekünk. Megmondtad Kornéli által, Tibor által, Jóska által, Péter által, Géza által. Érted? Ez a lényege. Az, hogy megmondtam, tehát ne fossadok majd be, amikor ez fog történni. Pál apostol mit mond? Mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. A láthatatlanokban mi gyermekek vagyunk, teljes védelemben vagyunk. Az oregoni álmot nézd vissza az Amerika égni fog című videóban, ha gondolod, mert nagyon fontos az. Az az álom is ugye megerősíti azt, amit te kaptál. Tehát egyik a figyelmeztetés, a másik az, hogy gyermek vagy, tehát muszáj gyermek legyél, muszáj gyermekek legyünk ahhoz, hogy védelemben részesüljünk, és a harmadik az, hogy a gyermetegségünket, a gyermekiségünket azáltal tudjuk megélni, hogy benne vagyunk Isten tervében, és figyelmeztetjük embertársainkat. Hát amit a szívünkre helyez az Úristen, azt mi megosztjuk embertársainkkal. Nem probléma, hogyha valaki nem hiszi el nekünk, amit mondunk, nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi, amit megtehettünk, azt meg is tettük. Ennyi. Na, hát nem, szerintem nem kezd túl komplikálni, ez egy ilyen álom volt, és na, nem tudod jó, hogy nem csak te kaptál ilyen álmokat, hanem kapott Tibor is. Meg hát nekem is voltak ilyen álmaim, nem olyan gyakorisággal, mint másoknak, de én is kaptam ilyen álmokat is. Úgyhogy ennyi. Felkészítő. Bemelegítő a torna Értem. Óra előtt. Értem. Hát jól van. Jól van. Mindemellett elcsíptem, képzeld el, az is érdekes volt, hogy beléptem az iskolába, és az egyik kolléganőm, aki beoltatta magát, pont arra léptem be az iskolába, hogy fennhangon mesélte a másik kolléganőmnek, hogy de szinte üvöltött, hogy képzeld el, mit álmodtam. Azt álmodtam, hogy üldöz valaki egyfolytában egy hatalmas késsel, és meg akar szúrni. És csak menekülök, és menekülök, és menekülök a sötétségbe. De hogy azt elmondta, hogy milyen rossz éjszakája volt, hogy felriadt, le volt izzadva, alig kapott levegőt. És ez az a kolléganőm, aki hát ennyit kaptam el, hogy
ő volt, aki beoltatta magát már az első adaggal, és na hát nekem mondjuk beugrott, hogy valószínű, hogy azért kaphatta ezt a menekülő sámot, vagy nem tudom, de érdekes volt az is, hogy nekem ebbe pont bele kellett csöppenni, hogy ezt meghallja. Azért kapta azt a menekülő is álmot, Cornélia, hogy még fölte is van kegyelem. Bár be van oltva, igent mondott az első fordulóban, még mindig van kegyelem, mert hogyha nem van a kegyelem fölött, akkor nem kapna ő ilyen álmot. És mi van neki megmutatva? Az van neki megmutatva, hogy mivé fog válni az ember. Az ilyen oltott ember, akik már teljesen nagy mosottá válnak. Azok végül ugye annyira félelemben élnek egymást, ugye gyilkolják és üldözik. Tehát ez már most történik valamilyen mértékben, ugye, hogy jelentkezik egymást az emberek. Ugye ez már történt már az első hullám alatt is, hogy az emberek egymást feljelentették, hogy hazajött, nem tudom én, Svédországból, és akkor talán ugye hozta magával a vírus, akkor jöttek ki és vitték el őt ugye kórházba, vagy nem tudom én hova. Tehát az, hogy ő álmot kapott, Cornélia, szerintem egyértelműen azt jelenti, hogy még hatalmas az Istennek a kegyelme fölötte is, tehát még őt sem engedte el az Úristen. Nem mondott le úgymond róla, mert akiről az Úristen lemond, azt elengedi. Tehát azt mondja, hogy Pál mondja ezt, hogyha nem kapunk figyelmeztetést, nem kapunk dorgálást Istentől, akkor nem fiak vagyunk, hanem fattyak. Márpedig a fiú, vagy a gyermek, őt az Úristen ugye megfenyíti, vagy úgymond megfenyíti, megdorgálja, vagy figyelmezteti, hogy butaságot csináltál. Ne menj abba az irányba, mert akkor sajnos véged van, akkor nem tudok segíteni rajtad. Úgy tudok rajtad segíteni, hogyha rám figyelsz, ugye? Na hát ez szomorú, de tényleg látod ez itt. Tehát annyi jelt, annyi képet kapunk, annyi megértést kapunk, hogy tényleg nem mondhatjuk azt, hogy nincsen figyelmeztetés, nincsen figyelmeztető. És látod, Cornélia, hogy a másik dolog, ami jött, amikor mondtad az álmot, az, hogy igen, az Úristen ad nekünk ilyen álmokat. És néha rosszul esik, hogy jaj, milyen hülye álmom volt. Ugye? Hát igen. Jobb lett volna álmodni, mit tudom, a rózsaszín felhőkben. Valami szép, szép dolgot. De viszont kaptunk egy ilyen álmot a helyet. És miért van ez? Azért, mert azt tapasztaljuk, hogy annyira el vagyunk szakadva a teremtés rendjétől, az igazságtól, hogy szükségünk van a negatív motivációra. Tehát egyik legbrutálisabb ilyen negatív motiváció mi volt? Hát az, hogy Jézust megölték. Jött ő ugye a nyomorultakat, megsegítette, megvigasztalta, meggyógyította, tanította, felemelte, halottakot támasztott fel, és akkor cserében megöltük. Na ez egy negatív motiváció, azt kell mondjam. Igen. És ugye, igen. Tehát szükségünk volt az ő áldozatára, ilyen értelemben. Hogy lássuk azt, hogy mennyire vakok vagyunk, és mennyire buták vagyunk, hogy az ártatlant megöljük, a gyermeket megöljük. Annyira el vagyunk vakulva, és még mindig hárítunk, még nem vagyunk, tehát még mindig nem vagyunk mi bűnösök. Még mindig másra hárítjuk a probléma okát, ugye? És a szemünk láttára igen. Szenvednek az áldatlanok, és a gyermekek. Ez egy negatív motiváció. Tehát az én szégyenem, és az én szomorúságom, hogy tényleg nekem szükségem volt Jézusnak a kereszthalálára. Tehát az én szomorúságom, az én nyomorúságom, hogy néha kapok akár ilyen apokaliptikus álmokat. Miért? Hát én annélkül is az igazságban kéne járjak. Így van-e? Igen. Én mindenféle rossz álom nélkül kéne tudjam azt, hogy bármi történik az ég adta világon, ha engemet ugye a kemencébe dobnak mindazt a három profétát, vagy bármit csinálnak velem, teljesen rendben van minden, én nem félek, mert te velem vagy. Asztalt terítesz nekem az ellenségeim előtt, a te botod és a te vesződ vigasztalnak engem. Lelkemet megvidámított, tele van a csorultig van a poharam olajjal. Tehát én negatív motiváció nélkül is ebben kéne legyek, Cornélia. Igen. Tehát figyelj meg, hogy nagyon sok ember egyszerűen a hazugságból, az őrültségből, a butaságból, az életellenességből nem lépik ki, csak negatív motivációval. Őrültség. Igen. Az előbb akartam mondani valamit erre, de már nem tudom mit.
Nem tudom, mit akartam. Na, hogy, ja, hogy igen, hogy így kellene, hogy ugye ennyire lélekben legyünk, de hogy ezt csak úgy tudjuk amúgy elérni igazából. Tehát, hogyha, ahogy mondja az írás is, meg amit már beszéltünk sokszor, hogyha folyamatosan rajta tartjuk a tekintetünket, de hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Tehát ezt nem lehet úgy, hogy most én imádkozok reggel, meg este, meg mondjuk, de úgy se lehet, hogy mondjuk egész nap mondom a Hiszek egyet, meg a Mi atyánkot, meg mit tudom én. Tehát csak úgy tud az ember ebbe megmaradni, hogyha tényleg megszavazza a bizalmat is, és megszerzi azt a, ugye az élő kapcsolattal. Tehát ez máshogy lehetetlen. Máshogy lehetetlen. És most érzem azt, hogy mennyire hazugság az összes többi minden. Úgy a vallástól kezdve, úgy minden más. Tehát én mondjuk magamon tapasztalom azt, hogy én most vagyok nyugodt. Tehát hogy az, hogy én nem félek ebbe a odakint tombol a járvány, és én nem félek, hogy én belül örvendek, ez számomra tényleg maga a mennyország, vagy nem is tudom, a leges, legnagyobb csoda, amit én látok, meg amit én tapasztalok, mert én tudom azt, hogy milyen voltam, és hogy bármibe kapaszkodtam, ez nem ment. Tehát, hogy én bármibe kapaszkodtam, úgy a vallásba, úgy a gyülekezetbe, úgy a mindenféle ezotériába, tehát a nyugalmamat nekem semmi nem tudta megadni, a békémet. És ez a legnagyobb bizonyíték arra számomra, hogy igenis, hogy él, és valóban él, hogy én nekem békém van. Pontosan. Én szerintem ő nélküle már összelennék, lehet már nem is élnék, mert belehaltam volna a félelembe, vagy itt kinyírtam volna magamat, amilyen állapotban voltam, úgyhogy... Pontosan, Kornélia, figyelj meg, hogy Pál apostol nem hiába, tehát olyan szépen, olyan emberi módon megfogalmazza a lényeget mindig. Tehát nagyon-nagyon jó, hatalmas munkát végzett szerintem Pál apostol. Azt mondja, hogy tehát úgy fejlő a figyelmet, hogy botrány, a hit botránya, ugye? Ez a botránya a hitnek. Tehát nem attól botrányos a hit, hogy jaj, minden oké az én lakásomban, az én családomban, tele vagyunk stekszel, van, amit megegyünk, felvegyünk, tele vagyunk földi örömökkel, élvezetekkel, és akkor hiszünk. Hanem attól botrányos a hit, úgymond az élő Istennek a jelenléte, hogy látszólag semmi okom nincsen nekem. Tehát úgymond testileg nincsen semmi okom. Vagyis nincsen nekem sok okom, tehát nincsen nekem hatalmas nagy bankszámlám, nincsen biztosításom, nincs meg az a hatalmas nagy kényelem, meg nincsen meg az a rengeteg sok pénz, ugye? És mégis nyugodt vagyok. Na, ettől botrányos a hit. Ettől botrányos a hizia. Tényleg nagyon jó film szerintem, az Ádám Almáj. Érdekes, kicsit olyan elvont film, de jó szerintem. Pontosan erről szól. Hogy neki semmi oka nem volt, hogy bízzon, meg higgyen, meg minden, és mégis köszönte szépen, jó volt. Igen. Na hát... Hát, jó van, Attila. Ez... Ugyanúgy maradok nyugtalan. Úgyhogy... Na, de majd megnyugszok, mert most arra mondom, hogy nyugtalan, hogy most azért fel lettem zaklatva. Ne tűnj, mindjárt visszafekszél, és akkor helyre jössz. Azzal értele, hogy az álmodban gyermek volt, aztán meg felkelti, hogy felnőtt lehessél. És akkor persze, a felnőtt az milyen nyugtalan. Hát másképp fel sem nőnne ebben az értelemben. Igen, tehát a felnőttnek egyik legfőbb attribútuma, hogy nyugtalan. Aggódik, meg panaszkodik, meg bizalmatlan, meg rossz emlékei vannak, meg fél a jövőtől, ettől felnőtt a felnőtt. De álmodban ugye Isten megmutatta, hogy milyen kell legyél ahhoz, hogy tudjon ő vigyázni rád, meg tudjon menteni, hogy a tűzesők fúlnak az égből, meg minden. Köszönöm szépen, te szánkózol, nem? Itt talán ez a kontrasztét volt érdekes, ugye ez a dolog, hogy ilyen tűz, mit tudom én, tehát, hogy tűz esett le az égből, tűz, hogy mondtad? Tűzni a lábok. Tűzeső, igen. És te meg szánkóztál. Tehát azt jelenti, hogy nem féltél attól, hogy most téged az meg fog égetni.
Tehát nagyon beszédes álom, ennél nagyobb tanítás, ennél nagyobb vigasztalás nem is tudok elképzelni az élő Istentől. Igen, meg az a kert is, az is érdekes volt, ugye, hogy tiszta a sötétség volt az egész faluba. Teljesen, totál vaksötétség, és abban a kertben, ahol megsétáltam, ott világos volt, és több nyugalom volt. Tehát na, én ott akkor maradj el abban a kertben, apám. Maradj el abban a kertben. Ennyi. Érdekes. Na, igen. Hát jól van, oké. Okay. Okay. Alig várom, hogy aludjak, megint. Mostanában már így vagyok, hogy jó, úgy igen. Szeretek aludni, hogy sose tudtam nappal aludni, meg éjszaka is. Én nagyon-nagyon rossz alvó voltam, hiába szedtem zsákszámra a nyugtatót. Régen akkor is rossz alvó voltam, nem tudtam aludni, és hallod, én nem tudom, nálam ez is egy óriási nagy csoda, ugye, hogy egyik napról a másikra levette tőlem a nyugtatózást, és én olyan jókat alszok. Főleg azóta, mióta rátaláltam, ugye így személyesen, és alig várom, hogy aludjak. Tehát várom már mostanában is, mindig azon olyan jó, hogy hát ha fogok valamit, vagy tanít nekem valamit, vagy bármi, és tényleg te is említetted, de valóban úgy van, hogy én is jártam már számtalanszor úgy, hogy lefekszek, és alszok, és mintha nem is tudom, átkerülnék valahova, más dimenzióba, vagy én nem tudom, hol, és egész éjszaka mond, egész éjszaka beszél, és beszél, és beszél, és beszél, de tanít, és mondja. De akkor is, hogyha nem emlékszek rá, akkor is érdekes, mert hát nem emlékezhetek ugye mindenre, és nem is kell emlékezzünk mindenre. A lényeg az, hogy a lélekben az átalakulás megtörténjen. Tehát nem attól történik meg az átalakulás a lélekben, mert emlékszünk mindenre, hanem azért, azáltal, hogy vannak ilyen álomban ilyen szembesítések, meg helyzetek, ahol döntünk, meg döntéseket hozunk, meg tehát így végül is nem kell emlékezzünk mindenre, attól még tanít, és az a tanítás az a megfelelő helyre fog menni. Ez teljesen biztos, nem is kérdés. Igen. Hatalmas dolog ez, Cornélia. Hát én tényleg őszintén örvendek. Na. Ezeket folyamatosan, ahogy Jézus mondta, a háztetőkről kell mondani. Fűnek, fának. Aki fogékony erre, Cornélia, el kell mondani. Az álomban is nem hiába volt az, hogy figyelmeztetted az embertársadat. Most nem azt jelenti, hogy megfélemlíted őket, vagy beléjük veled a félelmet. Tehát nem ez a figyelmeztetés, hanem az, hogy elmondom, egyszerűen elmondom kedvesen, szeriden, szerényen, szeretetteljesen, hogy figyeljetek meg, ezt kaptam, ezt érdettem meg Istentől. Érdekel, nem érdekel, semmi gond, nem mondom tovább. De akit érdekel, annak örömmel elmondom. Sőt, még meg is fogom ölelni, és fizetek neki egy sört. Ennyi. Jó. Ennyi. Na. Oké. Okay. Jól van. Oké. Okay. Na, jössz egy sörre. Köszi. Most, hogy elmondtad az álmodat, még jössz egy sörre. Jó. Jó, akkor Nélia. Rendben. Na, köszönöm szépen, Attila, akkor. Én is örvendek, hogy együtt lehettünk, és együtt ehettünk. Na, jó egészséget, és tanágyom. Szia. Lehet, csinálj, szia.